A veszélyek korszakában élünk. Magyar haderő harckészségének fokozásához elkerülhetetlen az, hogy fiatalabb tisztek és altisztek kerüljenek vezető, irányító, parancsnoki pozíciókba. A haderőfejlesztés során folyamatosan új, nagyon modern digitális eszközök érkeznek a haderőbe. Ezeknek az üzemeltetéséhez modern szakképesítéssel rendelkező, nemzetközi tapasztalattal rendelkező, nyelveket beszélő tisztekre, altisztekre van szükség. Ugyanilyenekre van szükség a modern konfliktusokban megtanulható harceljárások alkalmazásához, ehhez fizikai erőnlétben is szükséges, hogy az irányítást, vezetést biztosító parancsnokok lépést tudjanak tartani a csapattal, emellett szintén misszióban szerzett tapasztalatokra és nyelvtudásra van szükség. Az eszközök érkeznek be folyamatosan, így már velünk vannak a Leopárdok, nem olyan régen mutattunk be a Lynx, vagy magyarul Hughes páncélozott harcjárművet, ami önmagában is egy csúcs technológiát képviselő első alkalommal magyar hadseregben rendszeresített és Magyarországon gyártott eszköz is lesz. És hogyha a légierőre vagy a légvédelemre lépünk át, akkor ott hamarosan még az idén megérkeznek azok a radarrendszerek, amelyek a híres izraeli vaskupola részét is képezik, illetve az ehhez kapcsolódó rakéták, amelyek a magyar légteret teljes mértékben biztosítani fogják. Emellett a jövőre nézve is rendelkezünk egy olyan tervvel, amelyen a legfejlettebb csúcs technológiás eszközöket fogunk tudni egy elkövetkező 10 éves terv keretében behozni. A szomszédos országban egy háború dúl. A háború hatására végig kell gondolnunk, hogy mit tudunk és mit kell tenni a magyar emberek biztonsága érdekében. Nagyon fontos, hogy a magyar haderő harckészsége mindenkor a legjobb legyen. Arra is gondolnunk kell, hogy a NATO Védelmi Szövetség mellett Magyarországnak arra támaszkodva, de saját haderejével kell adott esetben megvédeni Magyarország határait, hogy legalábbis, és ez nagyon fontos, elegendő, elrettentő erőt kell nyugtatnia kifelé ahhoz, hogy semmilyen irányból, semmilyen potenciális biztonsági fenyegetés ne érhesse. Ezért nem várhatunk, nem késlekedhetünk, a magyar haderőt a lehető legfelkészültebb állapotába kell hoznunk a lehető legrövidebb időn belül.